Színes volt a paletta a 18. Amatőr Pop Rock Jazz Fesztiválon. Sok együttes olyan különleges hangszereket is megszólaltatott a színpadon, amiket eddig még nem hallott a zsűri a rendezvény keretében. A zenekarok többsége időutazásra invitált el közönséget, a 70-es, 80-as és 90-es évek stílusát őrizve, azt valva magukénak. A trend teljesen leképezhető az országos, illetve a világ trendről, tehát mindig vannak kilógó egyéniségek, kilógó zenekarok, akik nem kategóriába sorolhatók, mint például ez a nemrég hallható volt a zenekar, pont nevét nem tudom, de ők olyan progresszív, instrumentális rockzenét játszottak, amit annak idején Jeff Beck és hasonló társai követtek el. A fesztiválon összesen 14 zenekar lépett a színpadra, köztük Juhász Kitti és Morvai Tamás triója. A népzenét és a jazzt hozták össze, nemrégiben pedig egy bőgőssel is kiegészültek, Dénes Ábel személyében. Eddig még csak pár alkalommal léptek a közönség elé, ez az első tehetségkutató versenyük. A céljuk, hogy a népdalok a szélesebb közönséghez is eljussanak. Magyar népdalokat adunk elő, tehát itt van az én részem ebben az egész munkában, hogy én keresem és én találom meg azokat a zenéket, amik a lehető legjobbak lennének erre az előadásra, és Morvai Tamás hozza össze ezt a jazz zenével, tehát ő a kapocs. A szakmai zsűri elsősorban a zenekarok pontosságát nézte, valamint az értékelésnél nagyon sokat számított az együttesek eredetisége és kreativitása. A versenyen a harmadik helyezést a Tatai Scannibal szerezte meg, a másodiknak járó díjat a budapesti Quart 8, míg a legjobbnak járó címet ismét egy paksi csapat, ez alkalommal a Pagony zenekar vihette haza. Nagyon eredeti módon mutatkozik meg, és drámai erővel a két énekes kontrasztján és a zenei eszközeikkel egy nagyon mai, nagyon izgalmas emberhez szóló dolgot. A Kerner Péter vezette együttes még friss formációnak számít, a mostani összeállásban először tavaly júliusban zenéltek együtt nyilvánosan. Elsősorban a funkit és az elektronikus zenét ötvözik. Most a versenyen három saját szerzeményt adtak elő, de elmondásuk szerint már annyi daluk van, amiből egy kis lemez is összeállna. A jelen pillanatban teljesen kész dalunk 15 van, egy darab feldolgozásra, illetve félkész állapotban van még 4-5 dal, illetve van még egy cover, amit szeretnék megcsinálni. December 25-én fogunk játszani, Mirrorba egy karácsonyi koncertet adunk, körülbelül olyan 2 órás setlisttel. A fesztiválról bővebben várhatóan a december 31-én jelentkező Paletta kulturális magazinban láthatnak.